gyászollak. Fekete harisnyát hordok, fekete nagy kalapot és randa, fekete kosztümöt, gyászomba öreg asszony leszek. Ez az áldozatom, ne itt, hogy kevés. Gyászollak, ha akarod, ha nem. Mégsem vagyok akárki, ha ekkora bánatomban, bajba vagyok. Így vivasztalom magam, és lesem az arcom a tükörben, ahogy váratlanul felbukkan, mint egy testes madár. Előjogokat akarok magamnak, kessék engem tisztelni. Halottam van. Azt hiszem, mindig szívesen gondoltál arra, hogy nem voltam jó anyád. Nem vagyok szomorú. Vidám se, nincs kedvem. Csak a fájdalom maradt. Mégis. Mindig ugyanaz a fájdalom, mindig ugyanaz a félelem, és így sose könnyebb, sose nehezebb. Minden egyre rosszabb. Segédigével tagadunk. Fiam, én félek ebben az országban. Lehet, hogy másik országokban is félnék, de hát én éppen ebben félek. Nem nagyon. Csak mintha a félelemnek nem volna mértéke. De van. Olvastam is erről. Amúgy is a félelem kicsinysége utólag derül ki, hogy kicsi volt. Ekkor már ezen örvendezni nevetséges. De legalábbis félelmetes. Olyan világ ez, amelyik azt állítja magáról, hogy van benne becsület. Holott egészen nyilvánvalóan nincs benne becsület. Helyesebben soha még csak becsülethez hasonló ez vagy az se volt benne. Nem csak félelmetes, nem csak megfélemlítő, de nevetséges világ is. Hanem, hogy itt élünk egy ilyen nem csak félelmetes, megfélemlítő és nevetséges világban, ebben mindenkinek külön-külön bele kell törődnie. És hány százezer és hány millió ember beletörődött már ebbe? Ezt kell gondolnia. Hányan, de hányan beletörődtek elsősorban itt, ebben a kétségkívül félelmetes, megfélemlítő és nevetséges országban, ebben a legnevetségesebb és legfélelmetesebb hazában, ami ezt az országot, ezt a hazát illeti, hogy itt, hogy egyáltalán létezhessünk, hogy csak egyetlen nappal is tovább zökkenjünk, sosem szabad megmondani az igazságot. Senkinek és semmiről. Mert ebben az országban csak a hazugság visz előre bármit. A hazugság. A tömérdek leplezéssel és cirkalmazással és torzítással és megfélemlítéssel. Ebben az országban a hazugság minden. És az igazságnak csak vádemelés, elítéltetés és megcsúfoltatás lehet a következménye. Ezért nem hallgathatja el ő, Csát, hogy ennek az országnak az egész népe a hazugságba menekült. Aki igazat mond, már is büntethető, és már is nevetséges. A tömegek vagy a bíróságok döntik el, kit kell megbüntetni, vagy nevetségessé tenni. Vagy megbüntetni, és nevetségessé tenni. Ha nem lehet megbüntetni azt, aki igazat mond, akkor nevetségessé kell tenni. Ha nem lehet nevetségessé tenni, akkor tenni kell róla, hogy büntethető legyen. Nevetségessé, vagy büntethetővé teszik ebben az országban azt, aki megmondja az igazságot. Mivel azonban a legkevesebben akarják magukat nevetségessé, vagy büntethetővé tenni? Apád a soha be nem fejezett kéziratán dolgozott ért, amikor katonák jöttek, németeket kerestek. Fiatalok voltak, szinte gyerekek. Nagy zajjal, délrel, durral vonultak be, ordítoztak, mászkáltak, és nem lehetett tudni, hogy nagyon dühösek-e,
vagy csak magukat szórakoztatják a vigílióval. Apád tud oroszul, bár tagadja. A kéziratból éppen csak fölnézve mondotta, hogy legyenek a tiszturak üdvözölve, akár érezzék otthon is magukat, ez utóbbihoz ő személy szerint nem ragaszkodik, ám most megbocsássanak, nem ér rá, láthatják, dolgozik. Dolgozik egy olyanféle regényen. Regényt írt tehát, románt. Csak ugyan. A csapatot vezető fiúcska elpirult, majd tombolva üvöltözni kezdett, hogy míg ők térdig vérben gázolnak, öldökölnek, és Isten látja lelküket nem jó dolgukban, apád addig itt írva firkált bőkös első pökhendén, azzal megragadta a kézirathalmat, belemarkolt és tűzbe hajította. Ez égett. Apád felsikoltott, és pofon ütötte a pejes álló katonát. Csönd lett, törékeny és üres. A fiúcska elindult kifelé, mintha vége volna mindennek, de aztán az ajtónál villámgyorsan megfordult, és alig láthatóan rántott egyet a fején. Gyerek! Mikor apád odaért hozzá, szinte kedvesen, valóban, mint aki elszánta magát, hogy udvarias lesz, ezt mondta halkan. Most kivégzünk. Ekkor csörtetett be egy magyar tiszt. Átállt, vagy hogy. Roppant hegyke volt, rögtön informálódott mi egymás. Apád ekkor már persze félt, félelmében beszédes lett, neki esett a tisztnek, félelmében bátra. Mit fölényeskednek maguk itt? Mit fölényeskednek a halállal? Adjár veszik? Miért hiszik, hogy bármit megtehetnek? Miért nem hinnék? Mondjuk az Isten miatt. Hát nincs Isten. Akkor a sátán miatt. A tiszt fölvetett. Ha nincs Isten, akkor sátán sincs. Jól van, minden jól van. Lehet, hogy nincs Isten, és nincs sátán, és nincs semmi, semmi sincsen, csak maguk. Maguk az egyetlenek, akik vannak, csak maguk vannak, jó. De akkor vegye kérem tudomásul, hogy maguk egyszerűen diszkókráterek, és legyenek átkozottak az időt végezték. A katonák megmondták, inkább az egészet, mint apádat. Elfáradtak, káromkodtak és eltűntek. Apád odzokogott. Pedig hogy szerette ezeket a szénáit? Én meg a ruhás szekrényben ereszkedtem, nehogy megszalak. A naftalitól most is álljuk azonnal. Isten éltesse édesapámat, gondolta édesapja születésnapján. Érdemei bárhogy is elévülhetetlenek. Mondd, kis kócos, hol van a mamád? Tehetségtelen vagyok. Ezt a következtetést vontam le a halálodból. Bocsáss meg nekem. Fiam, azt álmodtam, hogy a halálos ágyadon megcsókoltam. A szád besüppett, mint a vénasszonyoké, vagy az öreg sírok, és sípolva vetted a levegőt. Amikor könnyű csókkal megcsókoltalak, a sípolás felerősödött. Hirtelen fuldokolni kezdtél, és a szádból karnyi vastag hernyó mászott ki. Ekkora! A hernyónak nagy világos zöld feje volt. Olyan zöld, mint a Fakó Stern könyv, az 55-ös kiadás határgyőző fordítása. A hernyó nevetett, úgy, mint az a kabarettista, a neve most nem jut vesz ez eszembe. Zöld nevető hernyó. Mi lesz ebből, fiam? Nagyon szégyenkeztem. Van egy zeneszerző, alig ismerem, de úgy gondolok rá, mint a barátomra. Úgy tud nézni, riadtan és biztatóan, akár egy elveszett kisgyerek az előszobai kabátok közül. Az akadémia széles lépcsőjén lépdeltem fölfelé, ő a lépcsősor tetején át, akár egy falnak úgy mentem a hátának, mellé léptem, kezemet, mint egy férfi, a vállára tettem. Na, mondtam. Aha, mondta ő,
Jó vagy? Kérdeztem. Jó, mondta. És te? Én nem. A koncerten egy lány ült előttem. Amikor lehúzta a pulóverét, meleg volt, az inge felcsúszott, és kilátszott a dereka. A ragyogó barna bőre sugárzott. Nem tudván ellenállni, átnyújtam a széktámla és az ülőpárna között, és új heggyel megérintettem. Hátra perdült. Nem tudtam kedves ellenállni, mondtam. Vén K. vetette vissza át a vállán. Mindig utáltam írni. Mert mindig tudtam, hogy mi történik bennem. Ha pedig nem történt semmi, azt is elfogadtam. De most, mintha a saját kezem kötném meg, mint minden becsukódik előttem, mint azok az esti virágok, tátika vagy mi, és nincs szabadságom. Nem azt írom, amit akarok, hanem amit bírok, amit a mondat enged. Például néha az is segít, hogy múlt időben rakom, vagy többes számban nem is inné az ember, akárhogy forgatom, szánalmas, hogy a halálodból nő ki az írásom. Álmaimban rendszeresen visszatér egy arcátlan ördög fióka, buja, pici ördög, olyan, mint egy murió angyalka. Minden roppant színes, a pata villagón sárga szaru, az érzéki száj lilás-vörösen fénylik, látom a nyálat, vékony sejem húzat. A hasamon ül. Néha sajnálom, hogy szemérmes vagy, egyébként inkább prűd és nett, és ezt kevered össze a szemérmességgel. Szívesen beszélgettem volna veled, fiam, egészen nyíltan is. Kíváncsi voltam mindenre, és tudod talán, nem is vagyok gyáva, bátor se. Nem félek magamtól. Tőled én sem, mondanám, ha ezt te mondtad volna. Az ördögfióka a hasamon ült, és néha természetesen az ágyékon felé kapdosott, ami után rendre elkomorult, undorodva sziszegte az arcomba. Szörnyeteg! Szörnyeteg! Tudom jól most is, ebbe a jós órán is, a megfogalmazáson töröd a fejed. A reggeli fáradt ébredéskor kezem a combod közt. Ne pirulja, fiam, te is ott voltál. Szegény apám rajta kapott egyszer, hogy vakarásszom magam. Inkább olvasgass kicsit, mondta higgadtam. Erre kiborultam. De mit akar édesapám abban a rohadt könyvekkel? De nem vett el. Csöndben kiment. Tehát sok zöld. Tamariszkusz haldokló rózsaszín virága, s fekete göndör ördög, nagy piros szájjal. Rólad mindenki azt gondolja, milyen puritán vagy ez a híred. Jól tudjuk mennyire, nem igaz? Egyes szám harmadik szemében írok, ettől biztonságban érzem magam. Azt remélem, hogy nem halok meg olyan hamar. A vajat köpülték, és friss eperlevelet tettek mellé. A segédtisztek minden vasárnap velünk ettek. Tudom, hogy a 13. Zsoltárt a kertben pontosan hol tanultam. Miklós nagybátyát Pisit itatott földön Székes üzenikében. Kaptunk egy pónit. Az osztrák segédtisztjelölt leszette a malac sűrtről a ropogós bőrkét, odaadta a szobalánynak. Bitte noch einmal braten. Mondvai Lajos szaros csizmával mászott a bújócska során a frissen húzott ágyba. Fáros fogaményét rummal kenték. És most kezdjük a disznókodást. Suttostam a tanítónő 6 éves fiának a pajtában. De lebuktam. A két foxit Mukinak és kisasszonynak hívták. A Mici nevű őzike kidugta az orrát, Muki félig leharapta, állatorvos visszavarta, Muki tapuci rettentően elverte. A fölös kávét utáltuk, teleszóltuk cukorral, és visszaküldtük, hogy édes. Tisztartó úr, az íróasztal kimaradt az inventárból, majd fingok magának egyet, és azt leverti az inventárnak. Amerikai rendszerű író.
A somásoknak sózott szalonna is járt. Bucsányi Guszti bajusszal fes ember volt. Télen korcsolyáztunk, ha a pikóta jól befagyott. Papzsika volt a leggyorsabb. Ricsetének a térde alatt 4 vagy 5 gombja volt. Günther Kornél csépési ellenőrként fogadott, hogy 10 kiló dinnyét 2 óra alatt megeszik. A fogadást megnyerte, mert beült egy nagy dézs a vízbe, és 2 órán keresztül evett és pisilt. Ez volt a megoldás. A kápolnában az a szokás, hogy a misén a mi atyánkot a gyerekek kezdték. Jó lesz, hol az? Én hosszú ideig nem lehettem előimádkozó, és mikor végre sorra kerültem, majdnem elmulasztottam a kellő pillanatot. Lisi! Suttogták türelmetlenül mindenhol nép felé. A nagy csöndben kevélyen felkiáltottam az oltárhoz. Mi? Atyám! A piros poskás káplán odajött hozzám, és zavarban, mentegetőzve mondotta. Csak nyugodtan, Lisi kisasszony. Rátette kezét a fejembe, kérem, vigyázzon magára. Jó ember volt, de a szavát nem szerette. A szappan és izzadság édeskés vegyületét. Egy királynőnek viszont jó a szava. A budaörsi csatát megelőzően egy ipari vágányon 4. Károly és Zita a kertünk előtt vesztegelt. Éljen a kilány! Jabálta. Osztenburg szánsegéd felhív Zitához, aki a karjaiba vett. Mindegy. Kopog a rossz vidéki valzer. Azt hiszem, háború van, és minden szürke. Ez a szürkeség anya. A kert fonnya zsugorodik feketül, mintha tűz égetni. Aztán olvadni, folyni, csorogni kezd. Akár dali képén az órák, megint zsugorodik a zsugori idő, a kert helyén sivatag. Menekülnék kell az egész családnak. Nincs megszabva mitől. Mindennek jelentősége van, fúj a szél, homokszitál, a szoknyámat zombolhoz tapad, hátizsákomat úgy cipelem, mint ha rokkant volnék, púpos. Ingemben homok futkároz. Ez az első emlékem a mellemről. Hogy a melltartó kosarából sírva szórom ki a homokot. De amikor újra felvenném, nincs melle. Nincs mire fölvenni. Ezen Tiszafa pedig olvadjon be észrevétlen nagyságot kertjeibe. Az, miként sóhaink a nagy levegőjékbe, mind keletre, mind nyugatra. 14 éves koromban meghíztam, viszont jól síztem. Akkoriban mindenem nevettem magamon, a fiúkon, a lányokon, anyámon, apámon, a karalábén, a rézmorzsáron, a becsinált levesen, a göncsöl szekére, Miklós öcsémen, a kanyarodó tehervonaton, a visszajáró pénzbesöklő kézen, a nadrágszáron, sőt a nadrág minden részletén, főként a slitzen és a hajtókán, a poskás dadogásán, a ferme bélyegen. Ellenállhatatlan mulatságos volt minden. Nevettem a tengeren, a hajnalon, az estén, az ezüstös pókhálón, a tükrökön, a tekinteteken, a szőlőfürtön, a melltartókon, a mellrákon, a kerítés egy romos részletén, a Káspi-tengeren, egy kéz finom csontozatán, az amerikai rendszerű íróasztal egyik fiókjában talált, és az írástól megremegtem, hihetetlenül szókimondó trágár leveleken, amiket szegény apám írt egy debreceni táncos nőnek. Nevettem rokonaim szörnyű maradványai, és önnön sötét vérem keringésén. Nevettem a szerelmes összefonódáson, és a halál átváltozásán. Kegyetlen voltam, és jó szívű. Csúnya is, mert megnőtt az arcom, a felület, és domborúbb lett, mint egy párnácska. Sokan nem szerettek, mert mindenkit idegesítettem. Később szebb lettem, de ekkor voltam a legrokonszenvesebb. Ebéd közben látta, hogy édesanyja egy már megrágott kenyérdarabot szinte kioklendez. A tenyerébe rejtve a szalvétába csomagolta. Köszönöm, mondta az ebéd végeztével ingerülten, és ne tessék olyan áldozatosnak lenni.
igazságtalan vagy. Nem gondoltam, fiam, hogy ilyesmikről fogok veled beszélni. Nem egészséges dolog felnőtt ember anyjának lenni. Még szerencsé, hogy fiú vagy, illetve, hogy én asszony. Apátoknak nem lehetett egyszerű. Szép kastélyban jártam, keltem, plangáltam. Még pufi voltam, de már nem vívogtam állandóan. Szerettem fiúsan öltözködni, lovagolni és korcsolyázni. Volt egy virhám Erdélyből, mint a pihe olyan. Amióta az nincs, mindig fázom télen. Nézegettem a fényűző tükrös termeket, a fajasztálokat, a szervi kandallókat, parketták ötletes öltéseit. Az egymásba nyíló termekben folyt a Duna. 1 méter széles lehetett, a fekete erdőtől a fekete tengerig tartott. A menyezeten freskók sorakoztak. Én a csalló köznél álltam, ahová nádat raktam le. Ott a menyezet világos kék volt, mint a barátod szeme. Ezért is határoztam el, hogy jótékony célú madárkiállítást rendezek az összes dunai madarakból ebben a kastélyban. Értelemszerűen, hiszen itt folyik a Duna. Ó, mennyire meg fogok öregedni! Egy fiú átölelt, a válláig értem. Tömény izzadság szagot árasztott, de nem mertem és nem is akartam megmondani neki. Azt se tudtam eldönteni, ki baj a szak. Mikor aztán megcsókolt, hidegült szájszaga is van. Ebben betelt a pohár. De előtte még sokat sodródtunk ide-oda a tömegben. A kikiáltó közölte velünk, az önök közhírére teszem, hogy Magyarország történetét láthatjuk, árva hazánk könnyes és dicső lapjait, elől Egerostromát, balra Mohácsi vészt, délre a hunok betörését és a besenyők lázadását, jobbra Dzsingisz Kán nagy rohamát. Végül is a fiú elfogyatott kis térre vonszolt engem, ahol vadul rakizni kezdtünk. Ismét fiatal voltam, testvéreimmel estére készültünk. Az én toalettem volt a legelegánsabb. Táncoltam és kevés voltam. Az ön sorsa kinek a kezében van? Kérdeztem rámenősen egy szépségesen szép fiatalember. Mosolyogott. A magaméban, csak a kezem van az Istenében. És forró tenyerébe szorította az arcom. Rendes zenekar játszott, a fiúk megőrültek, nadrágjukba csőkukoricát rejtettek. Kint Kelemen Gusti várt rám egy ladikkal. Csak hogy abban már apád ült. Nem lehetett tudni, nevet vagy sír. Csak azt, hogy nevet vagy sír. Gustinál volt sok rubel. Egy úszó bárka árudában vett nekem egy csúf piros arany bőrtáncát. Ekkor apád visszavonult. De én fiatal voltam. Ő meg olyan, mint most. Noha még mindig szépségesen szép. Nyugodtan így szólt. Ugyan nézik én, mit akar egy ilyen gusztival, nincs ízlése. Hát az műbőr. A többit elfeledtem, mire holnap megyek kórházba. Értesítésre. Nem igaz, hogy segített rajtam az írás. Hetekig foglalkoztam a történettel, de közben a történet is szakadatlanul foglalkoztatott. Az írás nem az lett, aminek eleinte hittem. Nem visszaemlékezés az életem egy lezárt korára, hanem csak szüntelen emlékezés modorosság. Olyan mondatok formájában, amelyek csak hangoztatták, hogy távlatot tartanak. Még most is fölfölriadok néha éjjel, mintha belülről böködne valami roppant finoman. Felköltene! Én pedig iszonyomban visszafojtott lélegzettel átélem azt, hogy egyik pillanatra a másikra elevenen elrothadok. A sötétben olyan mozdulatlan a levegő, hogy minden tárgy, mintha egyensúlyát és szilárd alapját vesztené, még imbolyogva a vették, vesztelenül, súlypontját is vesztve,
és mindjárt végleg eldől, lezuhan rá, megfolyt. A félelem ilyen viharaiban delejessé válik az ember, mint a rothadó dög, és másképp jár, mint amikor közönösen tetszenek, és szabadon játszadoznak az érzései. A közönös, objektív rémület rohan rá, kétszeresen. Hozzámentem Kelemen Gusztinhoz. Apá csak nézett, vérig volt sértve. Úgy éreztem, jól döntöttem. A nyár persze, a megpuhult aszfalton, akár egy bíbor szőnyegen lesétáltam a Dunához. Kacsáztam. De 13-nál többet sosem pattant a vízen a kő. Valami mindig bekapta. Utána eredtem, és egy óriási zöld kígyót húztak ki a vízből. Vonszoltam magam után az utcán ezt a förtelmes és izgi menyasszonyi fájtlat. Bebesüppedve az aszfaltba. A Sixtusi kápolnában jártam. Állványok álltak benne, meg malteros ládák. És kinizsi címkés üres sörös üvegek, mintha a csibi kőműves falazna. És én fölkapaszkodtam egészen a mennyezetig, és ott lefeküdtem, mint Michelangelo, mikor festett. Az Úr kinyújtott kezét megfogtam. Olyan közel volt minden. Most már nagy baj nem lehet, járt az eszembe. Gyorsan leereszkedtem, és futottam a Vatikánba. Lila cingulusos papok nyitogatták előttem a fehér szárnyas ajtókat, mély, tisztelettudó meghajlással, mintha én volnék a pucér Szent Kuti Miklós. Végül letörbeltem a Szent Atyáli, és utástól zihálva csokoládét kértem tőle. Szentséges atyám, de mogyorósa. Ezt tudni kell, szegény apám református volt. Mami Lili viszont katolikus. Tehát joggal igényeltem mogyorós. Ideje, hogy megzabolázzam ihletemet, és egy pillanatra megtorpanja utamon, mint mikor egy nő vagináját nézi az ember. Helyén való visszatekinteni a megtett távra, majd pihen tagokkal felszökkenni, és nekirugaszkodni féktelenül. Apád egész estéket ült a szüleimnél, és módszeroltak Elemen Gusztit. Pedig akkor az már lehet, hogy halott volt. Később azt írták, vérhast kapott a Donnán is úgy. 3 hetet éltünk együtt, írt és mond. Ő volt az első férfi az életemben. Ezt nem tudom elfelejteni. Az apád, az uram, csak épp remekbe gondolok arra a férfira, akinek a szüzességemet adta. Apád egészen jól kijött a szüleimmel, mint egy kedves házi fiú, udvariasnak mutatkozott, előzékenynek és szellemesnek. Apád elegáns volt, vigyázz apázia. Anyám drab kazakos ruhát viselt, a kazak alján világos barna sejem rojt, ez biztos. De tudomásul, hogy szerelem gyerek vagy. Ugyan, hát ki nem az? Fiatalok voltunk, illetve én csak éveim szerint, mert már apád felesége voltam. Nagyon. És nagyon kínosztam szegényt, olykor napokra eltűntem. Elhatároztam, hogy szabadon fogok élni, mint a férfiak. Függetlenül, szilárdan, szélben, de úgy, hogy ennek nem tulajdonítok jelentőséget. Az élet minden ajándékát, finomságát vagy gonosz tréfáját úgy fogadom el, mint ami nekem jár. Úrnő vagyok, életem főszereplője. Így döntöttem. Férfi ruhába jártam Budapesten, mégpedig éjszaka. Várat voltam és csúnya. Senkivel nem találkoztam. A város üres volt. Megláttam a katonát. Igen, végre. Ez a kaland. Gondoltam, itt a kaland, és én szembe fogok nézni vele. A fiatal fiú álmosolt és elgyötört, de láttam, nagyon tetszett neki. Mondta, megmutatja a várost. Cipelt végig a kihalt kőrengeteget, hurcolt magával, de csak a hősi emlékművekhez, mindegyikhez, egész éjszaka. Fejből tudom az összes emlékművet. Aztán pedig lefogytam, csak úgy szórakozásból.
10 napig szondáztam, tornáztam, és napjában 5-6 kemény tojást ettem. Nagyon büszke voltam aztán a lötyögő nadrágjaimra. Itt mindenki, én is olyan iszonyatosan normális. Mondok neked egy mesét, rád fér. Egyszer apád hollószárnyakat öltött, hosszú hollószárnyakat. Mit művelsz, kérdeztem megütközve. Hosszú hollószárnyakat öltöttem. Te ide figyelj, életem, ha még egyszer hosszú hollószárnyakat öltet, hát egy életem, egy halálom. Aztán leszaladtunk a 4-es villamoshoz, hogy el ne késsünk a szabad nép fél órára. Teltünk, múltunk, egyszer voltunk, hol nem voltunk. Blizike, maga mit bízik annyira a szavakba? Miben bízzam a flicsek? Magába? Isten őriz! Régen sokat piknikeztünk. Fonott kosárban a karamon vittem mindenfélét, ő meg egy üveg bort, könnyű kerti borovicskát, lóbálta az üveget, mint valamilyen bábot. Mászkáltunk a hegyekben. Nekem is hihetetlen, hogy nem feküdtem le akkor vele. Később egy rohadt éjszakai verekedéskor apád csontrészeken rám mászott. Én nem söpörtem le magamról, ahogy egy hernyót. Hernyó. Talán mert fehér és hideg volt a hasa, melyet az enyémhez nyomott. Féltem. Rossz veszekedők voltunk, túl gyorsak. És sajnáltam is, undorodva sajnáltam magunkat. Mereven feküdtem széjjel. Segíts az Istenedet, liekte. Becsuktam a szemem, hogy ne lássam az arcát. De a csukott szemhéjak mögött láttam, és éreztem mindent. Nem, nem, te, nem, átkozott. De még az éjszaka kihozanodott, félig szegénye. És mesélni kezdte, mennyire akarta ő annak idején ott az erdőben. De én még csak nem is lettem volna elutasító, mert föl sem fogtam azokat a titkos áramokat, amelyek vibráltak. Nem csoda hát, ha ő olykor tehetetlen lesz. A hülye. Ha tudta volna, hogyan értem a piknikekről haza, lázasan és harmatosan, és surrantam el anyám mellett. És egyáltalán, ha tudta volna, mennyire szerettem őt, amikor szerettem. Én nem vágyom a túlvilágra. Úgy értem, elvileg sem. Azt gondolom, hogy ezt az Isten sem kívánja tőlük. Nem akarlak bántani, nem írom a te Istened. Nekem nincs Istennel semmi bajom. Nem gyűlölöm, hogy nincs. Néha elfelejtem, hogy élek. Ülök a fölpócolt párnák közt, és Istennel beszélek. A Tátrai Vilire hasonlít hegedű nélkül. De ha a sámlin ülök, és az ágy alatt a portiszák alig tudnak a töreken átgördülni, ilyenkor mindig eszembe jut, és olykor érzem is, hogy élek. Hát, rendben. Még tudatni akarom veled, hogy a kertben elerett az orrom vére. A homokbuckához valszoltam a kerti széket, ott történt. Egészen elfeketült a vértől a homok. Lógattam a fejem, a vér csöpögött, nem mertem hátrahajolni, ahogy azt előírják, mert attól féltem, hogy megfulladok, mint Attila királyunk. Az a mozdulata, hogy az orromhoz nyúltam aztán, hogy lekapirgáljam az odaszáradt vérlemezkéket, annyira idegen volt a számomra. Rettegtem. Rettegtem. Főként annak örülök, hogy egyedül alszom. Kemény ágyamon egyedül fekszem, kezemet a tarkom alá teszem, és rád gondolok, kisfiam. Ha választani lehetne, hogy kitámadjon föl, azt hiszed, hogy Jézus? Temetésed elmestéjén, fiam, messziről fogok érkezni. Fáradt leszek, át lesz a búzom izzadva, keresni fogom az alkalmat, hogy megfürödjem. Letörülöm magamról az út szürke porát.
Minden jelet el fogok tüntetni, fel fogok számolni. A kiküldött parteszédulákat egyenként. Hol erőszakkal, hol fortéllyal megszerzem és megsemmisítem. Ugyanígy járok el a vonatkozó hírecskét tartalmazó magyar nemzet számmal. A sírkőről lassú és nehéz munkával ledörzsölöm a felírásokat sorba. Az anyám nevét, a két számot, és végül a keresztet. És erősen fogadom, hogy többé nem vétkezem. Milyen lesz, fiam, a temetésed? Leírom. Díszes katonai temetésed lesz. Fes fiúcskák állnak majd sorfalat. Mindőjük nyakán kicsi, finom vágás, melyből bugybarékon a fekete sűrű vér. Mindegy. Majd hazudni fognak valamit a hazáról, mint rendesen. A tévé színesben közvetíti. A göröngyöknél leveszem a hangot. Leírom. A temetéseden, fiam, prima, magasrangú, hoch intelligens katonák fognak beszélni. Modoruk választékos fog lenni. Mindőjük felcsillant valamit a tragikum mélységéből, legalább egy csöpnyit. Mindőjük szeme üvegből lesz. Szépségesen szép üveggolyók. Einstein. Mindegy. Majd hazudni fognak valami laposat a hazáról, mi pedig ilyen igaz szívünkből meghatódunk. Temetésedre az asszonyok, fiam, átvérzett gyorsban fognak érkezni. Megjött, suttogják egymás fülébe, előtte pedig lesütik a szemüket. Ne haragudj rám, uram, asszonyi bajom van. Téged, mint szájon csókol, a szemendék. Mindegy. Undorodom arcod látványától, látom a nyelvet, kék. Ez lehetetlen. Leírom. Undorító vagy, fiam, gyűlöletes, idegen, hatalmas. Hogyan éljek nélküled? Miért avatkozol az életembe? Mindegy. Szavaim úgy hullanak vissza rám, mint rád a göröngyök. Szeme. Szám. Leírom. Temetéseden, fiam, megfontoltam, kivárom, míg a sírások szakszerű dombot fúpoznak, aztán nehéz szívvel és groteszk esetlenséggel előidedőlök, mint a bohócok, arccal bele az agyagos sárba. Temetéseden, fiam, botrányt fogok csapni. Megállítom a lapátokat, nyugodt hangon kérni fogom, hogy mérjék le a göröngyöket. Vramra! Mondom ellenmondást nem tűrően, a csöndben. Leírom. Temetéseden, fiad, fogadom a részvétnyilvánításokat. Reggel melltartóban a tükör előtt gyakorolom a készfogást. Azt mondjam el, köszönöm, vagy azt, ami inkább a számra jön, igen. Mély részvétel, igen. Öntudatlanabb szeretnék lenni, fiam. Sírodnál bambán kéne állanom, mint az állat, és nem volna szabad mondatokra gondolnom. Sírodnál, olyanná kéne lennem, mint te. Leírom, temetéseden, fiam, koporsódra a magyar zászlót terítik. Piros, fehér, zöld. Nem szeretem az Istenben azt, hogy mindenható. Azt hiszem, nyugodtabb lennék, ha barátod volna az Isten, ahogy ott törölgeti a bepárásodott drót szemüvegét. Mindegy. Nagy baj van, fiam. Ha van Istened, ha nincs, nem így kellene élni. Kérlek, fiam, hatalmadban áll. Bocsáss meg nekem. Leírom. Leírtam. Leírom. Leírtam. Fiam. Éjjel van már. Minden idegen itt. Még az autókat sem ismerem meg a hangjukról. A fényképedet néztem, és arra gondoltam, hogyha van is túlvilág, és ha te vagyis még valamilyen módon, a molekulák már sosem állnak úgy össze, ahogy
Fáradt vagyok. Veszteségemet nem értem. Elfogadom. Próbálom ismételgetni, hogy meghaltál, mert hogy egy pillanatra is, nehogy elfelejtsem, kínos volna, meghaltál. Fölpócolt párnákkal a hátam mögött ül az ágyban, enyhén leereszkedő mosolya, nézve zavaromat. Egy sápat nő egy kis szobában. Add ide a lehez. A csészében szürke lélöttyen, látom, ahogy a megdermedt zsír elszakad a porceánfaltól. Kellemetlen hallgatom a szürcsölést, szájából lóg a metélt, megszívja, hihetetlen gyorsasággal tűnik el a tészta. Milyen bátor vagy ma? De édesanyám, miért nem szól? Most akarta. Leöntötte magát. A nyakán finom metél csúszik, kukacok, megakadnak a kulcson körüli sápat májfoltos mélyedésben. Oda nyúlok, ujjam alatt málik a tészta, egyenként teszem vissza onnan a csészébe a tésztát, anyám zavartalanul eszik, egy metél darabka becsúszik a nagy, lapos fehér mellek közé, utána nyúlok, ahol megfogom a tésztát ketté válik, mint a giriszta. Hagyom a maradékot lejjebb csúszni, tovább, ami marad, fölemelem be a tányérba. Éjszaka leestem az arcomra. Háromszor csengettem fel őket az éjszaka. És a végén bepisültem. Érezni a szavot. Jó. Ez jó. Szépen megetetted vén anyádat. Megfogom a kezét. Hosszan ülünk csöndben. A takarót nézem. Menjünk vécére. Jó. Válaszolom, de nem mozdulok. Mert nem tudom, mi a teendő. Állj fel, a hónaljamat fogva emelj föl, karolj belém, vigyázz a lábamra, induljunk. Mint ha katona, vagy szakember szakkérdésről, nem unottam, de az izgatottság legkisebb jelenélkül. Felállok. Fejebrukkal előrehajol és felhajtja a takarót. Feslet, paplan és vékony barna pokróc. A széle fele nagy éget lyuk. A lyukpereme rojtos és sötétbarna. Fölsziszel. Fáj. Nyugodtan csak. Vékonyka hálóinge előre zöttyen, állott szakcsap elő a kitárulkozó ágyból. A hálóing lecsúszott az ágyékig, komolyan tűnődöm, hogy tudomásul vegyem-e. De aztán oly nehéz elgondolni, hogy mindez valóságos, egyszeri és személyes, hogy alig 72-re nem törődöm többet vele. Kilátszik a szőrzet vége, olyan, mintha nem tartoznék sehova se. A kötés a combtőtől a térdig húzódik. A környékén hosszan sárgásbarna a bőr, talán a jótól. A comb, a lábszár is nagyon vékony. A térd csontos kiemelkedés. A lábszár még így is mutatja a régi szépségét, a combok nem érnek össze. A hús lefelé csüng, megfogom a vádliát. De jó meleg! Fáj! Most megy előre a vér, azért. Az egyik lábköröm a vér aláfutástól fekete, a többi sárgás. A lábujjakon bőrkeményedés. Halkan jajongva egyik lábát leteszi a földre, tapogatva keresgéli a puha papucsát, látom. Nem mozdulok. Hol a puha papucsom? Hangja reket, odatolom. Vigyázz, ne érj hozzá. Vigyázok, és nem mond mindig, hogy vigyázzak. Megtámaszkodik két kézzel az ágyon, a sodrony megcsikkan, elforog úgy, hogy a másik, a kötözött lába is lekerüljön, mindezt kimerítette, fáradtan ül az ágy szélén. Csapzott verét. Megigazítom az összegyűrt. Piszkos, vékony ingecskét. A hónaljánál fogva emelj föl. Terpezbe állok. Lábam közt az ő két lába, lehajolok, keresem a fogást. Szegény húsa. A haja zsírosan fénylik. Áporodott a szaga, fintorítok. Középen választék képződött. A haj
Egyenesen lóg le két oldalt, a füleket szabadon hagyja, a választék fehérlik. Látom a fejből pernyét, az apró sápat lemezeket a hajszálak ütötte lyukakkal. Lábaim berogyasztva, megmarkolom, arcunk egymásra hull, mint a filmeken. Lefogytál. Szemei, mintha egy gödör alján volnának, a szemek környékén sötét árnyékok vannak, az orcája olyan, mint volt régen, vastag, domborodó, a száj két végén erős ráncok és néhány erős szőrszál. A toka furcsa így fogyottam, mint lúgbalon, melyből kiszökött a levegő, lóg. A vártnál könnyebben emelem fel a testét, csöndesen nyög, a fájdalomtól hátralépek, megint megcsap a beteg test erős szaga. Úgy áll is itt, mint egy szerelmes pár. Menjünk. Karolj belé. Belekarol. Ne így erősebben. Arcom túl fenkölt lehet, túl udvarias vagy segítőkész. Nem korszózni megyünk haza a klozetre. Csaszogunk a folyosón, középen megyünk, hogy ne zavarjanak bennünket a fal mellett ülők lábai. A falaknál betegek átsorognak, ülnek, némelyikük a fal tövében, hogy sötét van. Egy-egy mankó mered fölfelé. A WC a folyosó végén van, messze. Megáll pihenni. Rátámaszkodom. Nem tudom, hova nézzek, rá nem akarok. A magasban kanyargó csövek neszezése, a várakozók halk, de állandó morajlása ellenére csak az ő szuszogását hallom. Egy mankó a kőlapok pontatlan illeszkedésein ugrálva nagy csattanással csúszik le a fal mentén. Én átlépem, de anyám megtorpan. Csak csoszogni tud. Nem engedhetem el, nézem, kié lehet a bot, a bankó helyzete egy rongyokba bugyolát, véres kézzel átkötött fejű testet jelöl ki, a feje lehajtva. Megszólítom. Te hasztalan. A fej megserezdül. Nagyon sokszor szólongatom. Hatalmas asszony ül egy kopferen, arca pirosposgás, mindene erős. Mit keresett itt? A nagy, rusztikus testből vékony, hisztis hang csúszik ki. Hülye maga? Teljesen hülye? Nem látja, hogy meg van halva? Mint egy elégtételként belerúgok a mankóba, az fönnakad egy lábon, megperdül, mint a vidám sétapálcák. Szabad az út. Nem szól senki semmit. Rögtön ezt kellett volna tennem. Nem is tudtam, hogy ilyen is tudsz lenni. Bálat vonok. A vécé ajtó előtt elbizonytalanodom. Jöjjön, mit gondol, innentől jobban bírok járni? A férfi vécé le van szögelve. Betuszogunk a nőibe. Anyám megfogódzik a deszkafalba. Az első fülke üres, de nincs benne papír. A dekli mögött kaparászom. Hoztam magammal. És előveszi a hálóingéből a papírt. Ezt hol a csodába őrizgetted? Voltam ide belőle egy zsebet. Egy titkos zsebet. Önkéntelenül oda nézek, az utolsó két gomb közt nyúl oda, a résen belátok. Látom, hogy a szőrzet fenti része le van borotválva. Elérzékenyülök. Hát ez az. Levágták a törpe szakállát. Tarló. Szeretném az új begyeimben érezni a levágott szőrök kemény tövét. Véletlenül a marhák, és tudja, mit mondtak? Hogy ők azt hitték, szülni visznek. És nem gyanakodtak, hogy nincs pocakod? Talán elhisztem. Dehogy? Mondom, ösztönösen is elkirulok. Ez így együtt még jobban bosszantja őt. Nincs reakció. Becsaszolunk a fülkébe, már csak arra figyel, hogy el tudja végezni a dolgát, felhúzza a hálóingét, és terpeszbe áll. Megfogom a hónalját, hogy leültessem. Ne! Tegyél előbb az ülőkére papírt. A titkos zseb felé nyúl, ezért elengedi a felgyűlt hálóinget, amely fejéres villanással zuhan le. Olyan hirtelen, hogy mindketten utána kapunk, meginok, felé kapok, ettől elveszítem egyensúlyomat, félkézzel az erekát fogom, a másikat a kagyló mögötti falnak feszítem, potyog a vakolat! Bánat és végtelenség.
sovány horpaszú kutyák iramodnak messzelenül. Bordáikat, mintha veszélyekből fonták volna. Varjak rebbennek a táj fehér sebeiben. Persze, persze, a feledés, az elmúlás. De hol is hagytam abba? Mégis élet. Mégis nehéz. Anya, mégis nehéz. Mit csinál, Maflicsek? Tartok. Előre dőlök a kagyló fölé, ő pedig enyhén hátrahajol bele a karomba, kicsit, mint a táncolnánk. A baj az, hogy nem tudok oldalt kerülni, mert a két lába közszállok. Fárad a karom. Végül a víztartályból vezető csőről lököm el magam, rövid bizonytalanság után biztosan állunk. Hol hagytuk abba? A papír. Fele, és közben a nyakamba kapaszkodik, benyúl a belső zsebbe. Engedek az új vegyek kívánságának. Fáradt. Igen. A feneke lódbőrös. A hús vékony, hideg. Az Isten áldja meg magát, siessünk már. Most figyelek föl a magázásra. Miért magázol? Megszornom kell. Jó van, jó van. Motyogó miötten, szépen úgy leülsz. A papír. Mondja, és nem mozdul. Fogja a nyakam, megint erősnek látszik. Orvosság szagú a szám. Nem figyelek. Azt foglalkoztat, hogyan terítsem az ülőkére a papírt. Mivel teljesen fölöslegesnek tartom, spórolok. Végül megint megfogom a hónalját, szépen, úgy, leülsz. Fölemeli a hálóingét, lábfejét csoszogtatja, tartást keres. Kezdem a testét lefelé engedni, behajlítja a térdét. Ez a pozitúra feltűnően kiszolgáltatottá tesz, gyorsan a csőre vetem a tekintetem, felhólyagzott a festés. Anyám felnyög. Nem bírom, nem hajlik a lábom. Állunk. Ő már csak gyakorlatias. Úgyis csak pisilnek kell. Nem mozdulok, mert megint nem tudom, mit kéne tennem. Hajj csak föl egyetlen a deklit. Rögtön a papírokra gondolok, az előbbi körülményes módon sok toporgással fölszedem őket, és a farmerom zsebébe gyűröm. Majd ne felejtse ide adni. Felhajtom az ülőkét, állva pisil, nagyon csobog. Nevetni kezdek, erre ő is, de így meg nem tud tovább. A hang megszűnik. Így nem tudok viselkedni komolyan. Még csiven, csurran, kevéske. Valóban bosszús. Megzavartál, ez most már bennem marad. Sírjába vitte a titkát. Indulunk vissza. A folyosón. A mankó ugyanott. Ahová rúgtam, ránézek az asszonyságra. Maga biztosan végigmér. Tovább szerencsétlenkedünk. Nem vagy fáradt? Legyint idegesíti. Sunnyogó tapintatosságom, nem csodálom. Lefektetem, lepakolok egy székről, odaülök az ágya mellé. De jó meleg az ágya. Ülök a székem, simogatom a kezét. Érdes, pikkelyes, elalszik. Óvatosan kihúzom a kezem az övéből, az ajtó felé csusszanok, úgy, mintha még mindig mellettem volna. Ne menj még! Megfordulok. Arca eltűnt a feltöremlő párnában, arca piros, a szeme csillog a gödör mélyén. Nézzük egymást. Helyet csinál. Befekszem a teknőszerű mélyedésbe, mint az ő teste vágy. Oldalt fordulok, cipőimet lelógatom. Hevesen felém fordul, érzem, hogy lázas. Megint sír. Így maradunk. Te. Tessék. Te. Erre én is azt mondom, te. Te. Anyám úgy tesz, mint a pirónkozna, játszik. Te. Te. Add vissza a WC papírom. Félkönnyéken elemelkedem tőle, de a papír épp a túlsó zsebben van, sokat vackolódom. Szinte magához présel, megcsuklik a könyököm. Úgy érzem, mint a égetne. Forró! Nem az ógja, sebed! Fekszünk. Mennem kell. Mennem, Fricsek. Lekászálódom, kezet csókolok. Meg fogok halni. Mondja anyám. Á,
válaszolom. Félek, kisfiam. Látom, mégis összesároztam a lepetet. Amikor valamely művet írunk, legutoljára tudjuk meg, mivel is kezdjük. Az atyának és fiúnak vége. Mindezt majd megírom még pontosabban is.